Kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Kazári Mónika, Európa-bajnok fitness versenyzőnk. Szervusz, üdvözöllek! Idén 2015-06-06-án, ha jól tudom, ugye? Igen. Akkor lettél WBPF Európa-bajnok Bredában, Hollandiában, a 165 cm alattiak kategóriájában. Gratulálok! Köszönöm! Mennyire volt ez meglepetés, hogy te Európa-bajnokként jössz haza? Mert ha jól tudom, előtte nem volt neked Európa-bajnoki címed, ugye? Nem, nem volt még. Igazából tényleg nagy meglepetés volt számomra ez. A tavalyi tavaszi szezonban harmadik lettem az Európa-bajnokságon, és hát az idei szezon az meg nagyon-nagyon jól sikerült. A Tropikál Kupán, ami a regionális bajnokság, azon is első helyezés lettem, illetve a Magyar Bajnokságon is első helyet sikerült szereznem. Ez volt az első felnőtt magyar bajnoki aranyérmed is egyben? Igen. Akkor ez most ilyen aranyos év? Igen. 2015? Igen, igen. De jól tudom, hogy nem olyan régóta űzöd ezt a sportágot versenyszerűen. Nem, igazából 2 éve kezdtem el a fitnesszel foglalkozni. Akkor kezdtem el személyedzőhöz járni, Németh Dorottyához, aki máig is az edzőm, ő készít fel a versenyekre is. És tavaly év elején volt az első versenyszezon, előtte ősszel. Ugye akkor kezdtem, és év elején elkezdtük a felkészülést, és így most volt a második szezonom. Igaz az, hogy egy hónap edzés után, tehát már egy hónap jártál a Dorottyához, amikor már benne felmerült az, hogy neked versenyezned kellene? Igen, egy hónap után én azért elég vékony voltam, amikor oda kerültem hozzá, így tényleg azért hamar látszódott rajtam az, hogy egy kicsit. Ennél is vékonyabb voltál? Ja, hát egy picit, igen. Vagy tényleg szépen elkezdett kerekedni mondjuk a vállam, mm-hmm. vagy tehát azért látszódott rajtam az, hogy akkor most edzek, diétázom, és akkor kérdezett rá arra, hogy nem gondolkodom el ezen, hogy esetleg versenyezzek. És te? Hát és végül belementem, rögtön, és mondtam, vagy nem, valakivel megbeszélted? Igazából nem beszéltem meg senkivel, ezt otthon így egyedül átgondoltam. Akkor nem is nagyon tudtam egyébként, hogy zajlik ez az egész versenyzés. Fogadjunk, akkor nem is hallottál még akkor igazi diétáról, versenydiétáról. Nem. Nem igazán. Akkor előtte nem diétáztam. Test közelből, akkor úgy élesben belekóstoltál. Bele a közepébe, igen. Kicsit keményebb diétával. És mit mondott a Dorottya, hogy mit lát benned? Tehát így rögtön egy hónap edzés után? Hát nem tudom, hogy mit látott bennem egyébként. De ezek szerint jól látta, mert ugye Európa bajnok vagy. Igen. Tehát valamit látott. Igen, úgyhogy nagyon örülök ennek. De mit láthatott benned egy hónap után már? Nem tudom, hát ő azért biztos jobb szemmel nézi ezeket a dolgokat, uh-huh. jobban ért hozzá, úgyhogy hogy ezt ő tudta. Ha jól tudom, korábban nem versenyeztél, ugye? Rengeteg sportágban kipróbáltad magad, de soha nem versenyszerűen, vagy tévedek? Nem, nagyon jó. És miért nem? Nem tudom, igazából én tapolcai vagyok, és általános iskolában atletizáltam, és ott nem tudom, úgy alakultak a dolgok, hogy igazából szerintem csak akkor lett volna úgy komolyabb, vagy akkor lett volna lehetőség arra, hogy komolyabban foglalkozzak ezzel, hogyha mondjuk Veszprémbe járunk. Tehát, hogy így helyi szinten annyira nem volt ez még úgy, hogy ott versenyezünk. Inkább csak így iskolák között, iskolán belüli versenyek voltak. Úgyhogy ez így alakult. De hát ez... És mikor jött az, hogy lemenjél a konditerembe? Tehát ez honnan jött az, hogy egyáltalán lemenjél, lenézzél egy konditerembe? A főiskola alatt. Milyen szakra, hová jártál? Gazdálkodás és menedzsmentre. Elvégezted? Igen. Igen, most év elején diplomáztam le. És hogy főiskolára jártál, és akkor mi volt?
mit láttál, vagy mit mondtak neked? Vagy... Hát igazából szerettem volna kipróbálni, ugye korábban jártam akkor ilyen csoportos órákra, és akkor utána láttam azt, hogy mondjuk így edzőteremben is milyen dolgok vannak, és gondoltam, hogy megpróbálom azt. Vonzott a dolog? Tehát amikor láttad? Igen, hogy... meg igazából tetszett az, hogy, hogy láttam ugye a, az embereket tényleg, hogy, hogy azért mennyivel másabb. Akkor neked a kigyúrt sportosok tetszenek? Nem kifejezetten, de igen, szeretem, hogyha egy, egy fiú sportos. De akkor ez első, amit nézel rajta, nem, hogy nem? Nem egyébként. Hát mit nézel rajta? Hát tartod? Nekem az összkép is azért nagyon sokat számített. Most, hogyha valakit meglátok, akkor most nem, nem egy dolgot szúrok ki rajta igazából. Akkor nem kell kigyúrtnak lenni, kockás hasonnak lenni, nem. Ugye? Nem. Nézegetted a hasadat annó, mikor versenyre készültél? Igen. Meg már az elején is, tehát amikor ugye elkezdtem edzeni, és akkor is ugye már kaptam egy diétát, és azzal már hogy azt is nagyon... meg? Hát én azt is nagyon komolyan vettem amúgy. Jó, de nehéz volt egyébként? Nem, az teljesen tartató volt, tehát nem volt olyan vészes. Tehát nem éheztél, nem. Tudtál aludni? Nem, sőt tényleg abban, mert hogyha ötször eszik az ember, azért nem, és normálisan akkor nem fog éhezni. Meg tényleg akkor energikusabb voltam, sokkal jobban éreztem magam, nem voltam olyan fáradékony, úgyhogy... És most milyen vagy? Milyen állapotban vagy? Hát fáradékony most... állapotban vagy? Most egy kicsit fáradékonyabb vagyok egyébként, mert a, ugye a versenyek után azért most kicsit feltöltöttem, és mindenfélét azért eszegettem. Úgy is mondhatjuk, hogy kiengedtél, igen, ugye? Igen, kiengedtem a fáradékonyat. Igen. Úgyhogy, de most már ilyenkor ismét... mennyire lehet kiengedni? Mennyire kell vigyázni? Hát... Ugye, mert te még szeretnél versenyezni, ha jól tudom, most igen. Előrugrunk, de a tájföldi világbajnokságon el akarsz indulni, igen. Jól tudom. Igen, tehát igen. Mennyire hát volt jó. Ez úgy benned, hogy jó, kiengedek, de azért mégsem teljesen? Jó odafigyelni, idén már jobban odafigyeltem rá, mint tavaly. Azért az első versenyszezon után az... Tehát pláne úgy, hogy én előtte tényleg nem diétáztam, azért az úgy elég kemény volt, és már tényleg nagyon vártam, hogy, hogy mindenféle finomat tegyek, amint mondjuk az alatt, az időszak alatt nem ehettem. És utána, hát én 2 hét alatt egyébként a versenyek után egy olyan 8 kilót hisztam, úgyhogy az így jó gyorsan felszaladt rám, és tehát tényleg jól mondjuk akkor 2 hetet azt olyan szinten végigettem, mint hogyha muszáj lett volna, vagy így nem tudom, igen, mi lett volna. Viszont utal is arra, hogy utóbbi idő, az elmúlt időszakban, ugye akkor, amikor versenyt készítél, milyen keveset ettél? Hát igen, illetve... Mert a szervezet ugye jelzett, hogy... Igen, de utána meg egyébként, tehát ez így magától visszaállt a szervezetem, tehát nem volt az, hogy mondjuk kevesebbet tegyek. Jó, elhagytam azért a péksütiket, meg a minden ilyesmit, de... Szénhidrátokat próbáltad csökkenteni? Igen, de igazából akkor is ettem mindenfélét. Szerencsés alkat vagyok egyébként, tehát nem vagyok olyan hízékony. De most már azért jobban odafigyeltem. Most igazából az edzéssel nem is, vagy edzésben nem hagytam szünetet a versenyek után. És azért nem ettem annyira össze-vissza mindent, mondjuk minden nap mindent, tehát igen. Így arra. Ugye a WBPF színeiben versenyzel, lehet ezt így mondani, ugye? Igen. Hány nemzetközi versenyen voltál eddig? Tavaly évben az első verseny az Hollandiában volt, utána ugye Koszovóban volt az Európa-bajnokság, idén pedig az EB volt Hollandiában. Ennyi? Akkor még olyan nagyon nem is ismertek, de a mezőny, meg te sem ismered a mezőnyt, vagy ez nem igaz? Nem, hát szerintem még azért nem nagyon. Ugyan? Igen. Meglepődtek most például Bredában? Te lettél az Európa bajnok? Már a vetétársakra gondolok itt. Hát biztos, nem tudom. Nem beszélgettél senkivel ott? Hát a csapat, tehát mi egy nagyobb csapattal érkeztünk azért oda ki. Akkor ti a magyarok igen, és akkor így együtt voltunk, igen. De akkor a külföldi vetétársakkal... Nem igazán. Tekintetek be? Nem néztél bele? Nem próbáltál olvasni? Nem szeretek egyébként, amikor felmegyünk mondjuk a színpadra, akkor se szoktam megnézni senkit, mert az jobb, hogyha arra koncentrálok, hogy itt vagyok, erre készültem, mert készültünk nagyon sok héten keresztül, és
és most arra koncentráljak, hogy én kimegyek, és magabiztosnak tűnjek, és jól érezzem magam. Csak a nézők kedvéért is mondjuk már el, jó, hogy végülis akkor hogy néz ki egy verseny, tehát hányszor kell színpadra menned, és ott mit kell ott? Először egyesével vonulnak fel a lányok, ezt a catwalknak hívják, ott igazából megmutatják magukat, egy ilyen T-sétát tesznek a színpadon, és beállnak hátra, sorba, utána... Tehát akkor még semmi igazából... felvonulnak, mutatnak egy pár pózt, ugye, amit így a versenyeken... Ez szabadon választott póz? Igen, ez azért egy kicsit inkább lazább, hát azért a alappózókhoz hasonló, de egy kicsit azért nem muszáj azt a nagyon merev pózt mutatni, utána felállunk hátul egy sorba. Egyébként ez fontos, hogy ki mit mutat először, az benne marad a bírókba, a pontozókba? Vagy nincs igazából jelentősége annak, hogy... Hát talán jó először igen azt megmutatni, ami, vagy így szemből azt a poszt, ami így jól áll. Az erős? Neked mi az erősséged? Hát ezt nem szabad elárulni. Igen? Titok? Igen. Na. Akkor ne áruljuk el. Erősségeket, gyengeségeket nem szabad. Nem szabad? Ez szabály? Nem. De hát így most ezt inkább nem. De te ezt így eldöntött, ez legyen szabály. Igen. Jó, hát majd lesznek versenyző, mert előbb-utóbb, ha jól tudom, ugye te is, hogy személyedzőként szeretnél dolgozni. Igen. Akkor majd ezt fogod mondani, ugye? Hogy... Igen, lehet. Jó, oké, felmennek a színpadra, oké, és akkor utána beállnak a sorba. Igen, előre hívják mondjuk ugye a mezőny első felét, második felét, és utána ott ugye az alappózókat kell bemutatni szemből, oldalról, hátulról. És akkor utána vannak még összevetések, amikor így kihívnak ugye hátulról megint embereket. És akkor így ugye, ahogy egyszer, kétszer, háromszor, és akkor ott megforgatnak minket, megnéznek minket, és akkor utána szépen mindenki levonul. És akkor később mondjuk annak a bizonyos blokknak a végén van egy eredményhirdetés, és ott kiderül akkor, hogy ki nyert. Az összevetés alatt mit érzel, mire gondolsz? Mert... némelyik versenyzőről leri, hogy ideges, izgul. Van, aki próbál, ugye, póker arcot vágni. Te hogy éled meg? Mert ugye ebből a tapasztalt versenyzők sok mindent le tudnak szűrni, hogy összevetésnek kihívják őket, nem, mikor hívják ki, kihez hívják ki. Te ezt hogy éled meg ott, mikor ott várakozzol? Hát azért próbálom magam jól érezni, de azért ez nem mindig jön össze, úgy, amikor már remegő szájjal próbál mosolyogni az ember a színpadon, és tényleg már így elég kevés energiával próbálunk ott feszíteni a kis izmainkat, úgyhogy ez... hát az első szezonban én nagyon-nagyon izgultam, tehát jóformán majdnem, hogy remegtem a színpadon, és így álltam, hogy úristen. Tehát tényleg, amikor a Hollandiában az első verseny előtt ott álltunk, és vártunk, hogy na most akkor mi jövünk, felmegyünk a színpadra, én de már majdnem összeestem ott, hogy úristen. Most már minden jobb volt, tehát jobban élveztem ezt az egészet, jobban éreztem magam. Összevetés során érezted, hogy te leszel az Európa bajnok? Nem, tehát pont azért, mert nem, igazából azt se tudtam még akkor, hogy így nem láttam az összes lányt. Ugye azokról tudtam, akikről tudtam, hogy kin lesznek mondjuk az Európa-bajnokságon, tudtam, hogy milyenek, láttam őket, de akiről mondjuk így nem hallottam, vagy mondjuk ugye külföldről jöttek őket, nem, akkor én még nem is láttam, és csak utána néztem ugye meg, hogy meg inkább a képeken. Tehát akkor láttam, hogy tényleg kikkel is voltam ott egy színpadon. Most, hogy Európa bajnok lettél, többször kihívtak összevetésre, vagy? Igen. Többször voltam így elől. És akkor ez, akkor mi futott át rajtad? Hogy többször szólítgatnak? Hát azért az így jó érzés volt, illetve sejtettem, hogy azért jobb helyen fogok végezni, azt akkor nem gondoltam tényleg, hogy első leszek. Úgyhogy hogy tényleg így egy meglepetés volt azért ez. Hát igen. Na most már akkor magasra tetted a mércét. Igen. Úgyhogy igyekezni kell most ősszel is. Világbajnokságra akkor így hogy vágsz neki? Hogy fogsz kimenni? Mi lesz az elvárás? Te magaddal szemben. Magammal szemben hát a top 5 lenne. Nekem az, tehát nekem az első? Az már, én akkor már boldog lennék, de hát hogyha meg attól jobb,
vagy mondjuk így a háromba benne, az megment, meg nagyon jó. Megnézted már vetétársakat? Hogy néznek ki? Igen, nem kell vele törődni, magaddal foglalkozol, hát igen, és akkor inkább kész. Inkább próbálok magamra koncentrálni. És... Jó, de vannak kíváncsi emberek. Hát persze, de nem, tehát most tényleg így nem voltál kíváncsi rájuk? De, hát természetesen kíváncsi vagyok, hogy kikkel leszek, meg amire számít csak én is, de igazából, tehát ez rajtam múlik, hogy most felkészülés alatt, ugye, hogy fogok változni, mennyire figyelek oda, illetve hogy bírom az edzéseket is, akár vagy a diétát, és ott meg már igazából azon a napon nem tudunk mit csinálni, tehát igen. Ott már csak mosolyogni kell, igen, lazának igen. lenni és mosolyogni. Ezt külön gyakorolni kell? Vagy erre lehet külön készülni, hogy akkor is ott a verseny napján ottan könnyed legyél, laza legyél, mosolygós legyél, ne remegjél? Hát szoktunk gyakorolni azért, ugye így van a pózolások, de hát szerintem arra azért nem nagyon lehet felkészülni, ez nem ugyanolyan, mint hogyha most azért ott lennénk a színpadon. Tehát persze gyakorlunk, hogy azért mégsem úgy álljunk oda, hogy még nem sétáltunk végig egy T-sétát, vagy nem pózoltunk. Tehát ezt mindenképp azért kell gyakorolni, de ez közel sem olyan, mint mondjuk ott a színpadon, amikor már a reflektorok világítanak, ott állnak velünk szembe, ott vannak a bírók, vagy bírák, úgyhogy... Számít ilyen, hogy mennyien vannak a nézőtéren? Mennyien nézik a színpadot? Én azt se igazán szoktam figyelni egyébként, mert akkor csak jobban izgulnék szerintem. Mindig a... Mire nézel akkor? Mire hát a bírókra próbálok ott koncentrálni, és őket nézem, és tényleg csak így és az hogy, első mindenkit, vagy kiszúrsz magadnak valakit? Hát mindenkit szoktam egyébként, így mindig végignézem, hogy kik ülnek ott. Úgyhogy a nézőket nem mindig, sőt nem is mindig látom. Igen, igen, a mert, fény miatt. Igen. Úgyhogy így inkább csak az első sort, első sorokat. Van ilyenkor visszhang? Tehát úgy értve, hogy valami visszajelzés a nézők részéről, amikor felmegy egy csinosabb hölgy a színpadra? Igen, a magyar versenyeken itt voltak azért. Tehát ugye mindig kapunk egy számot, és akkor azt van, hogy bekiabálják, hogy akkor most ki tetszik neki. Úgyhogy, de amikor a színpadon vagy, akkor a csendben vannak? Vagy? Nem, akkor is van, hogy ott volt kiabálás, bekiabálás. De... Ez hogy dolgozott fel? Hát igazából van, hogy ez jó, de van, hogy azt se veszem észre. Tehát annyira tényleg van, hogy azt se hallottam meg, hogy mondjuk engem szólítottak ki. Tehát így kétszer kellett mondani, hogy akkor nem most a, nem tudom, 11-es számú versenyző jön ki. Tehát így nem tudom, annyira koncentráltam, hogy jó legyek, meg nem tudom. Tehát ez így van, hogy teljesen belefeledkezem ott a dolgokba. Mit csinálsz, ha éppen nem az edzőteremben vagy? Hú, hát pihenek, próbálok pihenni. Naponta most, hogy jársz? Napi kétszer? És akkor csak a fitnesszel foglalkozol, vagy mellette dolgozol valahol? Hát most már edzőként dolgozom. Dórinál, német Dórinál. És hát igazából ott vagyok így 8 órás munkaidőben. Ilyen hobbistákkal foglalkozol, akik csak úgy magukra akarnak vigyázni, vagy versenyzőkkel is? Igen, nem én versenyzőkkel, nem. És akkor vagy előtte, vagy utána edzek, de tehát egy nap egyszer, de egy héten mondjuk 3-szor, vagy 4-szer, vagy hogyha mondjuk van több időm, akkor lehet, hogy többször. Akkor lehet, hogy akkor napi 8-szer az edzőteremben továbbra is. Igen. És jön majd a felkészülés időszak, akkor majd kevesebbet tudsz a versenyző, a tanítványokkal hát foglalkozni. Nem, azért nem? Ez megmarad ugyanúgy. Megmarad? Igen. És van már olyan, aki direkt kimondottan a Kazári Mónikához akar menni? Nem tudom, hogy nem, még nem jött oda senki, úgyhogy akkor ott nem szeretné járni. De hát majd ki tudja, lehet egyszer ilyen is előfordul, de még nem. Akik jönnek, téged kapnak és kész. Igen. Ha tetszik, ha igen. Nem. El kell fogadni. Igen. És milyen? Jó edzősködni? Igen, nagyon szeretem. Nagyon bárki szeretem. Jöhet? Mert volt itt olyan fitness versenyző hölgy, aki megmondta, hogy ő csak a férfiakat, vagy csak a nőket, tehát...
Bárki jöhet, de egyébként jobb szeretek lányokkal edzeni, lányokat edzeni. Mert? Hát, mert azért szerintem fiúknál kicsit úgy másabb van, hogy még nem tudom azért belőni azt, hogy most pont olyan súly legyen, amiben már azért tényleg jól belefárad a végén, és akkor még ott kicsit kísérletezni kell. Uh-huh. És azért hát a lányokat könnyebb, mert tehát, hogy én is tudom, milyen súlyokkal dolgozom, ahhoz mérten azért be tudom lőni azt, hogy mondjuk neki mi lesz az, ami jó lesz. Uh-huh. De egyébként tényleg nagyon szeretem, mindig is igazából emberekkel szerettem volna foglalkozni, és örülök, hogy ezt így megtaláltam, hogy ezt nagyon élvezem, és jó ezzel foglalkozni. Akkor örökké fitness? Hát igen, valószínű. Igen? Az is előfordul. Hát, mi lesz akkor? Soha nem lehet diplomával tudni, mi lesz akkor? Hát épp ez az, hogy ki tudja, aztán lehet, hogy egyszer annak is eljön az ideje, de most még úgy gondolom, hogy nem. Uh-huh. Nem igazán tudtam volna elképzelni magam még egy irodában, monitor előtt ülve, tehát így... Uh-huh. Edzőire jársz? Jártam. Jártam. Másfél éve. És? Elvégeztél valamit? Igen, egy fitness instruktori képzést végeztem el. És, de akkor utána azzal még nem igazán foglalkoztam, ugye így, tehát nem dolgoztam edzőként. Mindenképp még beszerettem volna fejezni a főiskolát, és utána belevágni ebbe az egészbe. Meddig tervezed a versenyzést? Még ugye fiatal vagy, 24 éves, ha jól tudom. Igen. Most ősszel mindenképp ugye szeretnék indulni, tavasszal nem hiszem, hogy fogok, akkor egy kis pihenő lesz a tavaszi szezonban, de utána ősszel valószínű ismét szeretném megpróbálni az őszi szezont és mondjuk egy világbajnokságot. Hát szerintem egy olyan 2-3 évig még azért ezt szeretném. És akkor már csak a világbajnokságok? Most már Európa bajnokság az most már... Nem, fut, tehát az most azért már nem. Utána lehet, hogy az is lesz, de most tehát ilyen 3 versenyszezont egymás után nem szeretnék végigcsinálni igazából. Sok választó? Igen, azért igen. Most is igazából ezen a héten kezdjük a versenydiétát ismét, és nagyon-nagyon rövid volt ez az idő, ami a verseny után eltelt, úgyhogy utána szerintem mindenképp kell egy kis feltöltődés. Mindenféle szempontból. Akik járnak hozzád, azoknak is szoktál diétát javasolni? Igen. És betartják a hobbisták? Igen, általában. De látszik is egyébként, hogy mondjuk ki tartja be, ki nem, mert tényleg aki betartja, nagyon-nagyon szépen sokat fogynak, és formálódnak is. Tehát akinek mondjuk nem kell fogyni, azon is látszik, hogy mondjuk úgy eszik-e, mert tényleg izmosodik, formálódik, feszesedik. Úgyhogy... De szerintem igen, azért persze azért mindenki van, hogy mondjuk most így a nyári időszakban akár egy kis fagyit, vagy valami kis sütit azért bedob, de hát... Te is bedobtad. Azért. Igen, most én is bedobtam, úgyhogy megbocsájtom. És akkor csak a fitnessnek és semmi más hobbi, lovaglás, kutyasétáltatás, sárkányreptetés, semmi? Most más ilyen hobbi egyébként nincs így a sport mellett. Mi teljes az életed? Hát azért az edzőtermen kívül is van élet, de barátommal vagyok sokat, megyünk, nem tudom, moziba pihenni, fürdőzni most így a nyáron, tehát azért ide-oda nyaralás kirándulgatni. Volt lesz? Milyen hosszabb? Hosszabb nem nagyon lesz most. Voltunk Balatonon, többször ugye egy hétvégére lementünk. Illetve most már megyünk Németországba, és akkor az egy hét lesz, jövünk visszafele Olaszországba. Más sportákat szeretsz nézni egyébként, vagy figyelemmel követsz? Mostanában nem igazán néztem így semmit? Más sportot. Nem, korábban szerettem a vízilabdát nézni leginkább. Na most már világbajnokság. Igen. A kézit is szeretem, a röplabdát. Focit is szeretem egyébként nézni, úgyhogy ha van időm, azért szoktam követni néha. Szüleid mit szólnak mindenhez, a sikerhez mit szóltak? Nagyon örültek, de az elején, amikor ezt így
bejelentettem, hogy hát én akkor versenyezni fogok, azért kicsit aggódtak. Miért? Ugye mondták, hát mondták, hogy jaj, Moncsika, azért ugye nem leszel olyan nagyon nagy, és tehát azért ugye lenne anyukám azért aggódott, hogy mondjuk én most ilyen férfiasanizmus leszek. Elmagyarázta, hogy te egy másik kategóriába indulsz. Igen, de igazából tényleg támogattak. Tehát örültek neki, meg utána látták azt tényleg, hogy sikereket értem el mondjuk, és hogy tényleg mennyire örültem ennek, és így ők is nagyon örültek. Ha nincsenek a sikerek, akkor abba hagytad volna a versenyzést? Nem hiszem. Tehát azért biztos, hogy sokat dobott a dolog azon, vagy az első szezon is már, hogy azért jó eredményeket értem el, de szerintem nem hagytam volna abban, és inkább arra törekedtem volna, hogy tényleg idővel jobb és jobb legyek. Tehát ehhez azért tényleg idő kell, szerintem, hogy valaki azért úgy összerakja magát. Mennyit tudsz még fejlődni? Most így nézel ki, hogy kinézel, mennyit tudsz még ezen változtatni? Hát azért még nagyon sokat szerintem. Akkor még sok van benned? A kategórián belül persze mindig lehet azért finomítani, mindenhol tudom, hogy mondjuk hol kell még jobban fejlődnöm. Mit mondtál, hol kell jobban fejlődnöd? Előbb mondtad. Hát igen, nem mondtam. Nem, ezt nem mondom, de aki ért hozzá és látott a versenyeken is, akár vagy most azt tudja, hogy miben kell fejlődnöm. Igazából úgy, hogy ez senki előtt nem titok, hogyha rám néz. De azért nem mondod ki. Nem, azért nem mondod ki. Jó van, kedves Mónikát, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Hát akkor tessék készülni a világbajnokságra, mert ugye Európa bajnokkénti világbajnokságra menni, az egy újabb kihívás. Igen. Mert akkor már ugye nem azt várjuk el tőled, hogy a 10. helyen végezzel egy világbajnokságon. Igen. Sok sikert és köszönöm. Kitartást a diétákhoz. Köszönöm szépen. További sportosat.